Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, magasztalunk téged, hogy amikor bűnössé lettek elődeink, amelyben mi is részesek vagyunk, akkor te a teremtésedből, az emberből nem írtottad ki az utánad való vágyat. Köszönjük, hogy ez áldott kincsként ott maradt minden embernek az életében, s tudva vagy tudatosan, de keresünk valakit, és ha megtaláljuk a valakit, akkor rád találhatunk életünk egyetlen, legnagyobb mindent betöltő szükségére. És köszönjük, hogy a tőled elválasztó falat, a bűnt, te Jézus Krisztus kereszt halálában ledöntötted, feltámadása által az új élet lehetőségét megadtad mindenkinek. És köszönjük, Atyánk, hogy Jézus Krisztus váltság halálának a következménye a mi életünket is elérte. Köszönjük, hogy vágyakozásunk betelhetett, amikor téged kerestünk, mert megbocsátottad bűneinket, új életet adtál nekünk, s veled élhetünk közösségben. Te ismered életünket, azokét, akik még nem érkeztek el hozzád, segíts nekik, vond őket magadhoz, azokét, akik már elérkeztek hozzád. Úrunk, őrizd meg az életünkben az irántad való vágyakozás frissességét, a veled való közösség elevenségét. S ha talán életünkben változni kell, mert a formák, a kegyesség élet bizonyos megnyilvánulásai hajlamosak arra, hogy fontosabbakká legyenek nálad, akkor kérünk téged, újíts meg bennünket. Áld meg betegeinket, azokat, akik itt lehetnek körünkben, azokat, akik nincsenek, akik otthon szenvednek a kórházban, látogasd meg őket áldott békességeddel és szeretettel. És kérünk, áld meg a világunkat, abban minden téged nélkülöző embert, add, hogy ők is rád találjanak, és a szívük elérkezzen hozzád. És köszönjük, hogy reménységünk van abban, hogy ahogy minden alkalommal itt vagy közöttünk, ma is itt leszel és megszólítasz bennünket. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet. Isten tiszteletünk kezdetén köszöntöm szeretettel a kedves gyülekezetet. Énekeljük Nagy Isten áldunk kezdetű 34. énekünket, majd azt követően az ifjúság szolgálatát hallgatjuk, ma délelőtt ők a soros szolgálattevők. Thank you.
Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen. Az utolsó énekhez szeretnénk megkérni a testvéreket, hogy a refrénnél, a felelgetős résznél majd énekeljenek velünk.
Kedves gyülekezet, olvassuk ma délelőtti igénket a Márk írása szerinti evangélium második fejezetéből a 18. és a 22. versek közötti igeszakasz alapján. Márk írása szerinti evangélium második fejezetéből a 18. verstől kezdjük olvasni az igét. Az igét fennállva hallgassa meg a gyülekezet, az ige olvasását követően Füri András testvér fog áldásért imádkozni. János tanítványai és a farizeusok tartották a böjtöt. Oda mentek Jézushoz, és így szóltak hozzá. Miért böltőnek János tanítványai és a farizeusok tanítványai? A te tanítványait pedig miért nem böjtölnek? Jézus ezt mondta nekik. Vajon böjtölhet-e a nász nép, amíg velük van a vőlegény? Addig, amíg velük van a vőlegény, nem böjtölhetnek, de eljön az a nap, amikor elvétetik tőlük a vőlegény, és akkor azon a napon böjtölni fognak. Senki sem var foltot új posztóból régi ruhára, mert a toldás kitépne belőle, az új a régiből, és még csúnyább szakadást támadna. És senki sem tölt új bort régi tömlőbe, mert szétrepesztené a bor a tömlőt, s oda lenne a bor is, a tömlő is, hanem az új bor új tömlőbe való. Eddig olvastuk az igét, hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Jó, Atyám! Hálás vagyok neked megújuló kegyelmedért, szeretetedért, amelyet minden nap tapasztalhatunk. Köszönjük, hogy ezt a mai nap is megmutattad nekünk, és elsegítettél bennünket házadba. Köszönjük most a megnyitott ígét, köszönjük azokat az ige szavakat, amelyeket, ige gondolatokat, amelyeket most velünk kívánsz közölni. Kérlek, üresítsd meg lelkünket, hogy Szent Lelked meg tudja azt érinteni, kérlek, taníts bennünket, figyelmeztes, és segítsd arra, hogy valóban új életünk legyen a Te Szent Lelked által. Kérlek, áld meg az ige szólóját, hogy ő is azt tudja üzenni, amit Te kívánsz mondani nekünk. Légy velünk a mai napon, és Te áld meg életünket. Amen. Amen. Foglaljunk helyet a gyülekezet, az énekkart hallgatjuk meg. Thank you.
Kedves gyülekezet, gyülekezetünkben megérkeztek az új kancsók. Tetszenek látni a régit. 1994 óta vagyok itt lelkipásztor, akkor már ezek a kancsók voltak. Természetesen ez a legrosszabb állapotban levő a sorozatból. A többinek még nem tört el a füle, de akik a szeretett vendégséget szervezik, ők mindig mondják, így kell vinni a kancsót, mert már gyenge a füle. Repedezett egy kicsit, és nem lehet kimosni, mert a sok teja miatt már barna a belseje. De szép kancsó, az összes többi, amiknek a füle nincs még eltörve, és használható még sok mindenre. Az újról nem beszélek, ezt választották a nőtestvérek, megérkeztek az új kancsók. De szeretném elmondani, hogy a régi kancsókat a tervek szerint nem fogjuk eldobni. Jelképes áron meg lehet vásárolni, és akik szeretnének egyet-egyet hazavinni, majd ennek eljön az ideje, amikor meghirdetik, az a gyülekezet régi szeretetének és a szeretetben való folyamatosságának egy emléke lesz. Kedves gyülekezet, a ma délelőttel folytatjuk a múlt vasárnap is megkezdett sorozatunkat, amikor is Jézus és a korabeli farizeusok között számtalan okból konfliktus robban ki. És a konfliktusnak legtöbbször az az oka, hogy nem értik igazán Jézust. A mai témánk a kegyességi élet és az ebben való meg nem értettsége Jézusnak. És különösen kiemelve az apropót a bőjtel kapcsolatos vélekedés okozza. Tudjuk jól a Szentírásból, az Ószövetségből, az Új Szövetségből és a kereszténységnek a mindeddigi történetéből, hogy a vallásosság vagy a kegyesség más kifejezéssel élve, Istentől kapott eszköz arra, hogy keressük Istent, hogy megtaláljuk Istent, illetve az Istennel való közösségünket kifejezzük. Csak néhány példát erről. Az itt a történetben megfogalmazott bőjt Istentől való? Igen. Az Ószövetségben olvasunk róla rendelkezéseket, különösen a nagy engesztelés napjához kötődően. Az Új Szövetségben olvasunk példát arra, hogy bőjtöltek. Maga Jézus mondja, a bizonyos ördögűzés kapcsán nemrégen volt igénk, hogy ez a fajta csak bőjtöléssel és imádkozással üzhető ki. Pál apostol élet gyakorlatából tudjuk, hogy bőjtölt Istentől való. Az imádság, kedves gyülekezet, Istentől való? Igen, nem is kell magyaráznom. Az, hogy Istennek van egy háza, kezdődött a sátorral az Ószövetségben, folytatódott a templomok sorával, mikor egyik lerombolódott, épült a másik, majd az újszövetségi gyülekezetben is vannak valamilyen összejöveteli helyek, és az egyház történelemben vannak katedrálisok, templomok, imaházak és kápolnák. A miénk is egy gyönyörű. És fáradozunk azon, hogy szép legyen. Istentől való? Igen. Sorolhatnám. Adakozás. Maga a liturgia. A testvéri közösségnek bizonyos megnyilvánulása, a liturgiának az elemei, az ének, a zene, a versek, a bizonyságtételek, mind-mind eszközök arra, hogy Istenhez közelebb kerüljünk. És ha ezek az életünkben jól működnek, akkor tanúsítják, hogy az életünk a helyén van, és hogy Isten felé közeledünk. Mind az Ószövetségben, mind az Új Szövetségben, mind az egyház történetben, mind a mai napig, és mi is érintettek vagyunk ebben a kérdésben, lelkünk ellensége, a sátán igyekszik megzavarni a kegyességet, a vallásos életet. És ezt most én mind pozitív fogalomként mondom, mert valójában ez pozitív fogalom. És azért mondják némelyek,
keresztény ember, hogy nem vagyok vallásos, csak hívő, mert a vallásosság eredeti szép fogalma le lett járatódva. És le van foglalva sok-sok negatív dologra. Mi mindannyian Isten gyermekei vagyunk, keressük őt, és a mi életünkben is ott van a kegyesség. Kedves gyülekezet, aki messze van még Istentől, lelkünk ellensége azt teszi vele, hogy ne kerüljön Isten közelébe. Aki pedig keresi a mindenható Istent, és valamilyen módon a közelébe kerül, lelkünk ellensége bűnt akar az életébe becsempészni, néha sikerül, és az Istenhez való törekvését, ennek az életnek a megnyilvánulásait igyekszik valamilyen módon megrontani. És a megrontás az mindenkorban sajnos működött. És rendkívül fontos dolog, látjuk az Ószövetségben, az Új Szövetségben és az egyház történetben mind a mai napig, hogy Isten népe küzdjön. Nem arról van szó, hogy azt kell mondani, hogy ezek nincsenek, hogy ezek nem kellenek, hanem arról van szó, hogy ezek tiszták legyenek, hogy elérjék a céljukat. Itt a böjt kapcsán, először erről szeretnék egy kicsit szólni, majd aztán a kísértésekről és végül a helyes kegyességi, hiteles kegyességi életről. Szóval ott a böjt kapcsán látunk egy óriási tévedést. Ismerős ma a valóság show, hát egy istentelen, manipulatív, fertőző műfaj az én véleményem szerint, de talán mások is vannak így. De képzeljünk most el egy ilyen történetet. A kamera elvisz bennünket egy családi házba, ahol a nappaliba, a konyhába felnőttek vannak, és óriási nagy készülődés van. Sütnek, főznek, takarítanak és várnak. Úgy hallották, hogy érkezik egy vendégük egy fekete limuzinon, a Liszt Ferenc repülőtérre fog érkezni, onnan hatalmas kíséret jön, fényes ruhába jön, és hoz magával egy csömő kitüntetést, bírósági határozatot az ellenfeleikkel kapcsolatban, és ők nagyon várják. És mindent igyekeznek megtenni annak érdekében, hogy méltón várják. Egyesek sütnek, főznek, mások térdelnek, imádkoznak, böjtölnek, csak jönne már. És a lakásnak ez egyik szobájába is besegít bennünket a kamera, ott pedig fekszik a családnak egy idős beteg tagja, már nem is tudnak vele foglalkozni, olyan beteg. Vannak még a családban csiribiri gyerekek, akik össze-vissza zaladgálnak. És egyszer csak a kamera azt mutatja, hogy a nyitott ajtón beérkezik egy egyszerű ruhás ember. Bemegy a beteg szobába, megsimogatja a beteget, felsegíti, és immár ott ülnek az ágy szélén, egymást átkarolva boldogan beszélgetnek, és a ház csiribiri gyerekei is oda bemennek a szobába, és ott ülnek ennek a látszólag idegen embernek az ölébe. És végül az egyik gyerek kiszalad a nappaliba, és azt mondja, hogy kedves felnőttek, jött valaki, nem őt vártátok? Bekukkantanak, megnézik, hogy felkelt a nagymama. De biztos nem az. Hogy a gyerekekkel foglalkozik? Megkérdezik, mivel jöttél? Hát nem limuzinnal, nem a repülőtérről. Van-e nálad kitüntetés? Van-e nálad bírósági határozat és sok minden, amire annyira várunk? Nincs semmi. Én azért jöttem, hogy a lelki betegségeket gyógyítsam. Hogy a bűnöket megbocsássam, és hogy sokkal többet hozzak annál, mint amire ti vártok. És rávágják az ajtót, és megy odakint a készülődés, és lesik, hogy jön-e már a fekete limuzin. Itt van Jézus, már ebben a korban, amikor az evangélium íródik. Itt van, megérkezett a várva várt szabadító, az Isten fia. Elhozta mindazt, amire az embereknek szüksége van. És a korabeli Istentől adott vallási formulákat félreértő és félremagyarázó emberek pedig készülnek valaki másra. És még mindig böjtölnek, és még mindig suvickolják magukat, és talán acsarkodnak odakint, hogy ki az, aki jobban készül, ki az, aki rosszabbul készül, ő pedig itt van. Oda mennek, és most már térjünk a való életre, ezek a minőségi várakozó emberek, a farizeusok, és ez komolyan vett kifejezés, hogy minőségiek, mert nagyon foglalkoztak ezzel.
Oda mennek Jézushoz, és számon kérik tőle, hogy miért nem bőtölnek a ti tanítványait. Mi is ezt tesszük. Bemerítő Jánosnak a tanítványa is ezt teszik. A mi vallásosságunkban az a szokás, hogy valószínűleg kedden és csütörtökön böjtölünk, mert várjuk a Mesiást. És ti miért nem böjtöltök? Ugye mennyire félreértik már a helyzetet? Várják a Mesiást, és többek között ezért is böjtölnek, mert az volt a hiedelmük, hogy minél jobban böjtölnek, annál inkább siettetik a Mesiásnak az elérkeztét. A Mesiás pedig itt van. Egy Istentől adatott kegyességi eszköz a böjt. És azt mondja Jézus, hát ezért már nem kellene böjtölni. Nem értitek, hogy már más a világ? Nem értitek, hogy itt van a vőlegény? Én vagyok a vőlegény, engem vártatok. Hát ott kellene hagyni csapott papot a konyhába, ott kellene hagyni a váradalmaitokat, és nektek is ide bejönni a szobába, mert rajtatok is van gyógyítani való. Lehet, hogy szépen be van fedve a fejetek, szép ruhába vagytok, lehet, hogy hosszú imádságokat mondtok, és nagyon vártok valakit, de nem azt, akit az Isten akar nektek küldeni, mert egy képet vártok, és nem őt. Gyertek ti is ide be, örüljetek. És sajnos, hogy Jézusnak ez a felvilágosító munkája, ez a felajánkozása, hogy most az örömnek az ideje van, ez nem hatott rájuk. Mert tudjuk, hogy Jézus földi szolgálata idején mind a 3 év ezzel telt el, és egyre többen voltak, akik ebbe a táborba tartoztak, akik nem ismerték fel ezt az egyszerű ruhás Mesiást. Arról sem, hogy nem csak az idős néni ült fel, nem csak Péter anyósa gyógyult meg a láztól, hanem megnyitatott a vakoknak a szeme, sőt, még halottak is feltámadtak, és gazember bűnösök megtértek, és új életet kaptak, még erről se ismerték fel, hanem várták, várták, és kritizálták. Annak van az ideje, mondja Jézus, hogy örüljetek. És valóban később elérkezik még olyan idő, amikor a sírásnak lesz az ideje, és a vágyakozásnak, emlékezzünk a keresztre feszítésnek az időszakára, meg az előtte levő napokra, amikor ott sírtak azok, akik értették, hogy miről van szó. És az egész természet azt mutatta ki, hogy valami hatalmas gyász van. Eljött az idő. És esetenként azóta is néhány hívő embernek, vagy sokaknak az életében, lelki válságok idején, amikor az énekíróval együtt mondanák, hogy úgy várlak Jézus, jössze már, a szívem sír utánad, akkor van helye a böjtnek. És van helye a böjtnek, ha az ember bűnös és megkötözött. Van helye a lelki aszkézisnak, a megtisztulás érdekében, hogy új életet kezdhessen, van helye, de most nincs. Ez az ige arra késztet bennünket, hogy figyelve tovább Jézusra, a tömlőnek és a ruhának a példázatára, mi is feltegyük a kérdéseket, és ezt mindenkorba fel kell tenni a kérdést, hogy amit az Isten adott nekünk, drága szeretetből, jól kitervelten azért, hogy azon az úton járva hozzáérkezzünk, vajon az út nem koszolódott-e össze? Vajon az út tényleg betölti-e küldetését? Néhány kísértésről szeretnék beszélni a következőben, ami akkor az volt, és ma is az. Az egyik, hogy az emberek az eszközt vagy az utat összekeverik a céllal. Azt mondják a farizeusok, és ez megint nem az eszköz ellen van, jól értsük, hogy böjtölök 2 egy héten, mondja az imádkozó Lukács evangéliuma szerint, tizedet adok a kaporból és a mentából. És az életem célja, hogy kimérjem a mérlegen pontosan csak a 10%-ot, és odaadjam, és megmutassam, hogy mennyit tudok adni. Percre pontosan betartom az imádságot, az előírt szavakat, és el nem rontanám. Sőt, mások figyelnek arra, hogy a liturgiát el ne rontsuk. Össze van keverve a cél az eszközzel. És kedves gyülekezet, ez mindig nagy baj.
Vannak vallásos emberek, akik, most nem gondoljunk semmifajta felekezetre, aki azt mondja, én járok templomba, én járok, én ott vagyok, én mindig ott ülök. És ugyanolyan bűnös 20 éve, mint most. És nem talált rá a Jézusra. És olyan büszke, hogy nekem van vallásom, és járok. Nem az a cél, hogy jár, feltétlen járni kell, hanem az a cél, hogy a járásoddal elérkezz Krisztushoz, hogy megbocsássa a bűneidet, és adjon egy új életet. Hírt kaptunk nemrégiben egy úszóról, tudják a testvérek, hogy többször meg kell fordulni egy medencébe, míg hosszabb távon az úszók elérik a céljukat. Valahogy az, a győzelem ittasságnak a hevében az egyik úszó eltévesztette, és egy hosszal kevesebbet úszott. Addig első volt. Nagyon hajt, végre kitette a kezét, megérkeztem. És csodálkozva nézte, hogy a többiek még mennek egy kört. Hát hiába indult utánuk, lekésett. Testvérek, ha a cél és az eszköz összekeveredik, akkor lelkünk ellensége el tudja azt érni az emberekben, hogy a célok bizonyos mértékű megvalósulása idején azt mondja, megérkeztem, és nem akarok tovább menni. Kedves gyülekezet, annyi-annyi az életét vallásos, jószándékú vallásosként leélő ember, és most beszélhetnénk vallási megnyilvánulásokat, elérkezik életének a 70. vagy a 80. évére, és azt mondjuk neki, mert az életében még nem találkozott a feltámadt Krisztussal, de amúgy szuperkegyes volt. Azt mondjuk neki, hogy kedves barátom, Jézus hív téged, hogy megbocsássa a bűneidet, hogy új életet adjon neked, hogy az üdvösség bizonyosságát odaadja. És azt mondjuk, nem, nekem semmi új nem kell, nekem semmi téves nem kell, nekem semmi szekta nem kell, én rendben vagyok. És megkérdezzük tovább, és a mennyországba tetszik jutni? Igen. És akkor mondja, hogy mit teljesített eddig az életében. De arról nem tud, hogy megvan-e bocsátva a bűne. Mert ha erre kérdezzük, akkor elmondja, hogy hány bűnös ember van a környékén, de ők nem olyanok, mint ő. De kedves gyülekezet, ez bárkivel előfordulhat. És nem kell az ajtón kívülről nézelődnünk. Hogy bizonyos céloknak az elérése, a kényelmes teljesítése, még lihekhetünk is, hogy elérjük. Azt hiszük, hogy elérkeztünk oda, hova kell. Farizeusok azt hitték, hogy odaértek, ahova kell, és lemaradtak. Azt mondja Jézus az egyik ige szakaszban, hogy tudjátok, úgy lesz, hogy a mennyek országában majd látjátok azokat a célba érni, akiket ti lenéztetek, ti pedig kívül maradtok, mert ők helyesen vélekedtek az eszközről és a célról. Egy másik kísértés ezzel kapcsolatban, hogy a kegyesség élet az takaró. A kegyesség élet az álca. És az ember még el is hiszi, hogy jó álca. Mert hogy mivel is lehet kompenzálni a bűneimet? Hát egy kis kegyesség élettel. Hát egy kis extra imádsággal, egy kis extra szolgálattal. És nem létezik, hogy ne vegye észre. És nem létezik, hogy ne fogadj el a felajánlott kompenzációt. Hadd térjünk megint Lukács evangélium a 18. fejezetéhez vissza. Ott van az a két templomi imádkozó. Egyformák, tessék mondani. Hát az öltözetükben nem. Etikai értelemben egyformák? Igen. Mind a kettőről azt kell mondani, hogy bűnösök. Az egyik mutogatja a takarót imádságába, látod, Uram? És még azt is mondja, hogy látod, a másik pőrén itt van mellettem. Nekem meg itt van a listám. Látod, milyen szép vagyok? Az eszközöket milyen szuperül használom? A másik meg ott sír férfi léttér, és talán veri a mellét, és azt mondja, hogy semmim sincs. Ahogy az énekíró mondja, jövök semmit nem hozva. Keresztedben fogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszánsz. Bűnöm, nem hagy pihenést, mosd le, ó, mert megemész. Csak ezt bírja mondani. Mind a kettő bűnös.
és Jézus lerántja a takarót, a vallásos teljesítménynek az összes szuper cselekményét, lerántja róla a takarót, és azt mondja, amikor hazamentek, akkor az egyik megigazulva fog hazamenni, a másik pedig úgy, ahogy eljött. Lelkünk ellenségének micsoda gonosz praktikája, hogy elhiteti az emberrel, hogy a szuper kegyességi élet, amely a másokétól talán szuperebb, az elvezet valahova. És kedves gyülekezet, nem csak formákról van szó, hanem még áldott infrastruktúráról is. Mekkora ünnep van Jeruzsálemben, amikor Salamon felszenteli a templomot. Micsoda áldozatok, micsoda öröm! A világ egyik csodájának egyik ez a fantasztikus templom. Annyi arany. Vajon lehetett ott találkozni a mindenható Istennel? Igen! Hiszen a kezdő bibliavers, a nulladik bibliavers egy templomba vágyakozó zarándoknak volt az éneke. Hogy ne vágyakozna az Isten népe az úrházába? Mert Isten dicsősége betölti a templomot. Aztán pár évtizeddel később, vagy pár évszázaddal később egyszer jön egy Jeremiás nevű proféta, és azt hirdeti, hogy emberek a templomot fel fogják égetni, és le fogják rombolni, és fogságba fognak benneteket vinni. És jönnek az okos emberek, akik félreértik, hogy a templom akármilyen szép, és az Isten dicsősége benne lakik, csak eszköz és nem több. És megfogják az oszlopot, és azt mondják, hogy amíg ez az oszlop itt van, addig hazudsz proféta. És amíg Isten az Isten, addig ez az oszlop itt marad, mert nem lehet, hogy összerombolja a templomot, hogy megengedje. És jönnek a babiloniak, és mintha nem ismerték volna ennek az embernek a mondását, felperzselik, tönkre vágják ezt a templomot. És azt mondja később a proféta, a tényeket megemlítve, hogy sakáloknak a tanyájává lesz, és felvert a gaz. Miért is? Mert áldott eszköz. De eszköz! És ha nem az Istennel találkoznak az emberek, és nem megtérve, nem neki tetsző módon élnek, akkor Isten még az eszköz alól is kihúzza a szőnyeget, és megengedi, hogy csúffá legyen a templom. Mert nem érte el a célját. És inkább hagyta, hogy a templom felégettessék, és a nép pokságba vitessék, csak hogy a történelem során kompletten értse meg az egész nép, hogy meg kell térni. És inkább engedte, hogy majd épüljön újabb templom, és sok mindent megtett annak érdekében, hogy kijózonítsa az embereket, az övéit. Mert összekeverték az eszközt a céllal. Testvérek, ez a mai kegyes, vallásos infrastruktúrára is igaz, még az imaházunkra is igaz? Igen. És még egy kísértésről hadd szóljak. Amikor az Istentől adott áldott eszközök pogánnyá válnak. Áldoznak, mert Isten mondja az Ószövetségben, szépen áldoznak, sokat áldoznak. És aztán egyszer csak azt mondja Isten igéje, hogy nincs valaki köztetek, aki bezárná a templomot és eloltaná a lángot. Mindenki el van képedve. Annyi állatot áldoztunk mostanában. Olyan szépen zeng az ének. Papuk fel vannak költözve, minden működik. Uram, mi baj van? Azt mondja Isten, hogy ez pogányság, mert ketté vágtátok a kegyesség életet és a hétköznapi életet. És itt minden szuper. De kint káronkodtok. Bántjátok egymást, elnyomjátok egymást, szociális igazságtalanság van köztetek, és minden más. Hát ez pogányság. A pogányok gondolják úgy, hogy Isten ott lakik valahol, előtte megmutatjuk a képet, hódolunk, aztán hazamegyünk, az egy külön élet. A kegyesség része az életnek. Erre még egy másik példa. Sokan azt mondják, megtért hívő emberek, hogy én inkább nem mondom el a mi atyánkot.
inkább csak a saját szavaimmal imádkozom. És sokan fáznak attól, hogy a Bibliában leírt imádságot elolvassák, és a magukéként elmondják. Mert nem. Ugye te szeretnék tudni, hogy honnan származik ez. Onnan, mert az Úrtól tanult szent imádság pogány rítussá vált. Megfelelő számú ismétlése helyreállítja az életet. Megfelelő számú ismétlése megidézi Istent, amikor baj van. Nem számít, hogy nem értem, hogy miről van szó, csak elmondom. Pedig azt mondja a Szentírás, hogy szüntelen imádkozzatok. Emlékeznek a testvérek, hogy mennyire szentnek tehetjük ezt az imádságot? 2 hónapig szólt róla a prédikáció, és hogy mennyire szükségünk van, hogy éljük, imádkozzuk, mert a miénk, mert ő adta nekünk. De megrontja a sátán. És a legnagyobb gól a végén a sátán foci meccsében. Mikor ezek és más kísértések előveszik az embert, azt mondja, hogy nem is kellenek ezek. És mondja erre az ember, nem megyek templomba, szeretem az Isten, de nem megyek, szeretem az Isten, de nem imádkozok, nekem nem kell egyház, és mondja az ember, hogy nem, mert ez mind rossz, nekem semmi se kell. És erre kialakul ma a maga módján vallásos ember, aki innen is, onnan is összeszedeget egy kis hitet, egy kis pogányságot, egy kis kereszténységet, egy kis kereti vallásosságot, otthon leírja, megvan a házi oltár, és azt mondja, mi így szeretjük az Istent, és ebben ne szóljon bele senki. És nem fognak elérni a célhoz. Testvérek, a legnagyobb gólja a sátánnak, ha azt mondja, hogy ne imádkozzunk. Ha azt mondja, hogy ne járjunk ki a házba, ha azt mondja, hogy ne énekeljünk, ha azt mondja, hogy ne legyen orgonánk, ne legyen gitárunk, ne legyen énekkarunk, ne legyen imaházunk, ne legyen közösség életünk, ne böjtöljünk, ne keressük az Urat. A legnagyobb gól elérte a célját. És tudják, testvérek, hogy ma Magyarországon mennyi kiábrándult ember van, aki a fals vallásosságból ábrándult ki valójában, de azt mondja, hogy az Istenből ábrándult ki. Mennyien vannak? Vajon helyre lehet állítani? Azt mondja Jézus, hogyha van egy rossz, szakadt ruha, tele van folttal, és azt valaki szeretné megfoltozni, akkor nem egy új, még mosatlan, erős anyagból teszünk rá foltot, mert az eredmény, hogy abból nem folt lesz, hanem pusztulás. Vagy azt mondja a másik példában Jézus, hogyha van valakinek egy használt, korábban bizonyított borostömlője, amely a sok használat nyomán talán kicsit megszíneződött, talán kicsit már összeszáradt. És létrejön Isten áldásaként a finom új bor, és azt mondja a gazda, beletöltjük ebbe a régi tömlőbe, 20 évig jó volt, most is jó lesz. És egyszer csak azt tapasztalja, hogy csöpög a tömlő. Mert a forrásban levő must kivégezte a tömlőt. De bor se lehet inni, mert az meg elszivárok. Új bor új tömlőbe, és a ruhánál az újat csak az újjal lehet összehozni. Mennyi vesződtség van az első században a judaizmus és a kereszténység között, hogy lehetne a kettőt összekombinálni. Emlékszünk az első jeruzsálemi apostoli gyűlésre, hogy mit kell az Ószövetségből áthozni, és mit nem. És nagyon sokan azt szeretnék mondani, hogy a kettőt összerakjuk, és a kettőből lesz egy. És nem lehetett a kettőből egy. Jézus az Isten fiaként, Jahve egyszülöttjeként eljött erre a világra, hogy betöltse az Ószövetséget, de az ószövetségi Istentől adott eszközök, amelyek főképp rosszul működtek, azok nem jöttek össze ezzel az új tartalommal. Kedves gyülekezet, ez egy óriási lépés. De mi, akik Isten gyermekei vagyunk ma, 2017-ben, akik Istentől ajándékként kaptunk rengeteg eszközt, itt a gyülekezetünk is, egyéni életünk is, rengeteget kaptunk, dicsőség Istennek, mert nagyon sokat kaptunk, kiváltságosak vagyunk.
vajon az életünkben az eszközök képesek-e eszközök maradni, úgy, hogy a legjobb sáfársággal használjuk azt Isten dicsőségére, vagy pedig az eszköz átveszi a célnak a szerepét. Nem veheti át. Hála jó Istennek, hogy jól érezzük magunkat az Isten tiszteleten, hogy szeretjük a gyülekezetet, hogy sok minden folyik ebben a közösségben, számtalan módon keressük, dicsérjük az Istent kisebb, nagyobb csoportokban, keressük az ő közelségét. Talán ünneprólunk, amit mondok, de testvérek, mindent újból és újból meg kell nézni, hogy vajon a célhoz elvezetnek az eszközeink, vagy nem. A mi érdekünkben, szeretteink érdekében, meg a világ érdekében, mert őket is becsapjuk, ha ezeket összekeverjük. Senki nem mondja azt, hogy a régi eszközeinket, azokat ki kell dobálni. Nem. Csak azt kell kidobálni, ami bálvánnyá lett. Azt ki kell. Emlékeznek az Ércki Gyóra testvérek. Bálvánnyá lett, amit betettek a templomba, évszázadokon át emlékeztetett arra, hogy Isten a pusztában az Érckígyó által szabadulást adott, aztán bálványá lett. Össze kellett törni és kihajítani a szemétbe, mert bálványá lett. De talán nekünk nincs ilyen. Remélem, hogy se egyéni életünkben, se közösségben, nekünk nincs ilyen. De arra szükség van, hogy megnézzük, hogy a tartalom és a forma hogyan illeszkedik egymáshoz. Nehogy egyszer arra jöjjünk rá, hogy elfolyik az áldott élet. Nehogy egyszer arra jöjjünk rá, hogy összekeverjük a múzeális értéket az élettel. Mindkettő fontos, mindkettő nagyon szép, de Isten élő szent lelkének meg kell újítani az életet. Testvérek, én most nem gondolok se liturgiára, se kultúrára gyülekezeten belül, csak egyszerűen gondoljunk az egyéni életünkre. Vajon testvérek, az imaházba járásunk, az, hogy igyekszünk mindig itt lenni, tényleg azt jelenti az életünkben, amit kell, amiért adta ezt nekünk Isten? Nem torzítottuk még el? Talán a legjobb szándékkal és a szeméről, aki miatt itt vagyunk, akinek cselekedni kell az életünkben, nem irányította el a tekintetünket? Vajon itt meg otthon az imádság, a bibliolvasásunk, a bőjtünk, az adakozásunk, a közösségnek a keresése, a szolgálatunk, ami sok-sok fáradtsággal jár, és hála az Úrnak, hogy tesszük. Ráirányul minden. Abban segít nekünk, hogy tiszta legyen az életünk, és imádjuk az Istent, és úgy szolgáljunk, ahogy neki kell. És nincs benne semmi megérkezettség addig, amíg nem érkeztünk el a célhoz. És képmutatás, és büszkélkedés arra, ami talán Isten nélkül csak emberi teljesítmény, pedig sokat adunk bele. Testvérek, ez talán néha nehéz dolog, de a saját érdekünkben, nekünk is otthon, meg a testvéreknek mindent meg kell nézni, Uram, amit adtál, arra használjuk. Azt eredményezi az életünkben. Lukács evangéliumban olvasunk egy testvérpárról, Máriáról és Mártáról. Jézus elment hozzájuk szokása szerint vendégségben ismerjük a történetet, és a vége egy kis csattanó a történetnek. Márta ott mosogat, készíti az ennivalót, jó dolgot tesz? Nagyon. Márta pedig leül Jézus lábához és hallgatja, alig várja, hogy mit mond, gyógyír a lelkének. És Jézus azt mondja Máriával kapcsolatban, Mártának, nem értékeli a szolgálatát le Mártának, de azt mondja Jézus, hogy ő a jobbat választotta. Testvérek, nincs jobb. Nincs jobb Jézus lábánál. Nincs jobb elérkezni Jézushoz azokon az eszközökön keresztül, amit nekünk ad. És most ne a vendégszeretetre gondoljuk, ez egy téma. Annak is el kell érkezni Jézusnak. A szeretet vendégségenk is arra valók, hogy Jézushoz érkeztessenek el bennünket, nem másért. És minden más erre való. Mindennek Jézus lábához kell vezetni. Mindennek új élethez kell vezetni. Mindennek üdvösséges élethez kell vezetni. Testvérek, van-e, aki segít nekünk ebben?
aki az eszközöket adta. Ha engedjük, hogy ő legyen a gazdája végig az eszköznek, és az ő kezéből vegyünk el mindent, akkor kész arra, hogy friss, igazi, akcióval, odaszánással teli, hiteles, kegyességi életünk legyen, amely elvezet az üdvösséghez. Ilyen az enyém, ilyen a testvéreké. Odafent tudják a választ, és meg is mondják, ha megkérdezzük. Ámen. Kedves gyülekezet, hajtsuk meg most fejünket és szívünket imádságra is. Bátran magasztaljuk a mi Urunkat mindazért a számtalan eszközért, amelyen keresztül hozzájuthattunk, hozzájárulhattunk egész eddigi életünkben. Nagyon jó dolgok ezek. És ha van mit kérdeznünk, mert miért ne lenne kérdeznünk valónk, hogy most éppen én hogy állok, Uram, ne egymásét minősítsük. Uram, minden betölti a célját, minden úgy van, ahogy te szeretnéd, és mindig elérkezek tényleg hozzád, és nem csak a rólad alkotott képhez érkezem el. Kérdezzük meg tőle. És ha esetleg azt mondja, hogy van, ami az életemben olyan, mint a törött fülű kancsó, nagyon jó volt, de meg is kell őrizni, mert emlék, de valamiben azért változni kell, és lehet, hogy sokat. Akkor ezt halljuk meg, tanuljuk meg tőle, mert nincs fontosabb célunk, mint mindig elérkezni hozzá, mint mindig a lábánál lenni, és mindig örökké, igaz gyermekeként élni az életünket. Csendes imádságunk után majd hangosan fogok imádkozni. Úr Jézus, köszönjük neked, hogy te hallottad most is a mi imádságainkat. Köszönjük, hogy olyan sok-sok lehetőséget adsz nekünk arra, hogy azok által hozzád érjünk, hogy azok által tanúságot tegyünk rólad, és azok által szolgáljunk téged. Szeretnénk, ha ezek az áldott eszközök valóban betöltenék a céljukat, és nem más használná ezt az életünkben. Kérünk, nyisd meg a szemünket, hogy meglássuk a te véleményedet, és szükség szerint újíts meg bennünket a kegyesség életünkben, az imádságban, az igehallgatásban, az Isten tiszteletre járásban, a szolgálatban, ott, ahol téged szeretünk, újíts meg ezekben a dolgokban, hogy minden győzelemre vezessen bennünket. Amen. Az énekkart hallgatjuk meg. Thank you.
gyermekeket hallgatjuk meg. Kezdjük a kisebbekkel. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Máté 5:9. Mondjuk együtt a gyermekekkel. Boldogok, akik békességet teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Máté 5:9. Köszönjük, középsősök. Nagyon jó hallottuk, mondjuk együtt mi is. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik szívem, ő megsegített, ezért vidám a szívem. 28. Zsoltár, 7. vers. Nagyokra figyelünk. Mondjuk együtt a gyermekekkel. Mivel pedig fiak vagytok, Isten elküldötte fiának lelkét a mi szívünkbe, aki ezt kiáltja, Abbá, Atya. Galata 4:6. Köszönjük szépen! Isten tiszteletünk végén köszöntöm szeretettel az igehallgató gyülekezetet. Köszöntjük betegeinket, akik gyógyulás után vannak itt körünkben. Köszöntjük vendégeinket, különösen azokat, akik először vannak itt körünkben, életükre a Jóisten áldását kívánjuk. Köszöntjük szeretettel Gizike nénit, aki ismét hazarándult Angliából. Örülünk, hogy itt lehet körünkben, életére a Jóisten áldását kívánjuk. Kedves testvérem, a hirdetéseket szeretném folytatni. Ma délután 5 órakor csoportok délutánját tartjuk, a gyülekezeti tanácskozáson megbeszéltük, hogy ez most az eddigitől eltérő vasárnap délutánunk lesz, és pár alkalom után kiderül, hogy legyen-e havonta egy ilyen alkalmunk. Ha a gyülekezet a jelenléte alapján, illetve a közös értékelésünk alapján azt mondja, hogy más formában találkozzunk, akkor ezt el fogjuk hagyni, vagy ritkítjuk. Ha azt látjuk, hogy jó, akkor megpróbáljuk. A csoportok délutánja az azt jelenti, hogy 5 órakor itt fogunk találkozni, az imaházban énekelünk egy éneket, imádkozunk, és aztán 4 csoportban van arra lehetőségünk, hogy különböző előadásokat hallgassunk meg, illetve a Bibliáról beszélgessünk. Látjuk a 4 csoportot. Az első csoportnak Szlepák Zsolt lesz a vezetője, az egy korlátolt csoport, a tekintetben csak az ifjú házasok mehetnek oda, akik mondjuk 8-9 éven belül házasodtak, ebből már lemaradtunk, de bizonyára jó lesz a téma. A ifi teremben találkozik ez a csoport. A második csoportnak Hegyi László lesz a vezetője. Csecsemő és palánta, vagy Krisztusban növekedés feltételei lesz a téma. Ez a Velesz házban lesz megtartva, mindenkit vár szeretettel Hegyi László testvér. Kelédi Márton testvérünk a Békefi Pál terembe várja az érdeklődőket, eredj a hangyához, avagy különleges küldetések. Ő azért úgy elsősorban a kisgyermekeket, vagy gyermekeket nevelőkre számít, a témának ez lesz úgy igazán az irányultsága, de mindenki mehet bármelyik előadásra. És itt a nagy teremben pedig a témánk gyógyíthatatlan betegség gyógymódjai, itt a bűn bizonyos kezelési formáiról fogunk majd beszélgetni, illetve erről lesz előadás. Tervek szerint egy, maximum másfél óra lesz egy-egy csoportnak a közösségi alkalom, és aztán egymástól függetlenül, hogy a csoportok végeznek, majd szépen hazamegyünk, vagy még beszélgetünk. Ez egy újítás, mindenkit várunk szeretettel, aki szeretne erre jönni, tehát ma délután 5 órakor. A további alkalmaink kedden
délután 4 órakor ima közösségünk lesz, majd este 6 órára március 15-i megemlékezésre vagyunk hivatalosak a Csaba vezér térre. Csütörtökön még bizonytalan, hogy lesz-e délelőtt babamama kör, az illetékesek majd ezt meg fogják tudni, de délután 3 órakor lesz a Szépkorúak klubja Veleszházban, illetve este 6 órakor biblia tanulmány, most fogjuk lezárni a Hitünk példaképei című sorozatot. Pénteken a tini elmarad, csak az ifjúsági alkalom lesz megtartva 7:30-kor, és a jövő vasárnap délelőtt a hagyományos időpontokban találkozhat a gyülekezet, ami azt jelenti, hogy 9 órakor imórán, majd a vasárnapiskola 9:30-kor kezdődik. Jövő vasárnap délelőtt Hegyi László testvér hirdeti az igét, délután pedig Kelédi Márton testvér. És még 2 hirdetés, március 26-án délután, közösségi délutánunk lesz a szokásos módon a Veleszházban, vele párhuzamosan kézműves foglalkozása Békefi Pál teremben. Illetve szeretném még a testvérek figyelmét felhívni az adó 1%-áról rendelkezés lehetőségére. Most majd záróéneket énekelünk, amelynek így szól a bizonyságtevő szövege, az örök sziklán áll hitem. Záró énekünket énekelve, majd azt követően a kézfogásra szokott sor kerülni vasárnap délelőttönként az ajtóba. Mi most nem fogunk találkozni, mert 11:30 után egy pár perccel Sűsápon évzáró gyülekezeti tanácskozás lesz, és oda fogok elsietni. Előjáró testvérekkel találkoznak a kapuban a kedves gyülekezeti tagok. 264. énekünket énekeljük fennállva. 264. énekünket. Végezetül az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, mennyei atyánknak szeretete és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindannyiunkkal. Amen.
az Úr közel. Jövel, Uram Jézus!